Tisztelettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőjét. Családőrzők című műsorunkkal jelentkezünk. Roppant izgatott vagyok, mert egészen szokatlan a vendégek felállása. Ilyet még nem tapasztaltunk így együtt, de nagyon örülök neki, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mindez mit jelent. Hadd mutassam be akkor a mai műsor vendégeit, Fekete Cseri Zsuzsannát, a Kerek Világház Alapítvány szakmai vezetőjét, egészségfejlesztőt és mozgásterapeutát. Szervusz Csilla, szervusztok! A meglepetés majd a végén lesz, hiszen Papp Csillát is szeretném köszönteni, mediátort, aki a szokott helyén ül most is, mint mindig a műsorban. Sziasztok, szeretettel köszöntök mindenkit. És most jön a csavar, mert hogy Fekete Cseriből van nekünk még egy, Fekete Cseri Szilárd, akit ismét nagy szeretettel köszöntünk a műsorban. Voltál már velünk, csak egész más felállásban. Szilárdról is el kell mondani, hogy a Kerek Világház Alapítvány vezetője, mozgásterapeuta és egészségfejlesztő. Köszönöm a meghívást, sziasztok, üdvözlöm a nézőket. Bemutatásban még annyira segítek, hogy ők a házaspár gyerekek között élik az életüket, rengeteg tapasztalattal. Csilla pedig inkább felnőttekkel foglalkozik, na de hát ő is édesanyja, mint ahogy Zsuzsi is, úgyhogy tapasztalatunk van a családdal kapcsolatban mindannyiunknak. A mai témánk talán nem is annyira vidám, de mindenképpen fontos, és a mai időkben nagyon-nagyon sok családnak okoz ez problémát. A cím az lehetne, hogy beteg a családban. Amikor ezt a témát itt említettem a szakértőknek, a vendégeknek, rögtön mondták, hogy jó, de milyen beteg? Hát persze, sokféle lehet. Ki a beteg a családban? Éppen milyen betegsége van? De talán érthető, hogy én azt mondom, hogy induljunk ki abból, ami azt hiszem, hogy minden betegségnél nagyobb gondot okoz a családban, amikor valaki mondjuk a koronavírussal fertőződik meg, hiszen itt van egy meg kell magyarázni egy gyereknek, kisebbnek, nagyobbnak, hogy most akkor nem találkozhatsz vele, miért zárkózott ő be a szobába, hallja, hogy köhög, hogy nem lehet bemenni, hogy és ráadásul ugye a gyerekek otthon vannak, rettenetesen nehéz lehet ez a helyzet, egyetértek, gondolom. Hát mindenféleképpen a gyerekekkel a legnehezebb, én azt hiszem ebben a helyzetben. Ha a gyerek beteg, akkor ugye eleve ő körülötte forog a világ, hanem a gyerek beteg, hanem felnőtt, és az fertőző, akkor igyekszünk ugye leválasztani róla, valamilyen módon szeparálni. Mindenhogyan ez egy óriási feladat a családban. Biztos más a helyzet, hogyha az egyik szülő, vagy más a helyzet, ha a nagyszülő, vagy mondjuk a testvér beteg, de mindenképpen tényleg az a nehézség, hogy azt megmagyarázni mondjuk egy kisgyereknek, hogy miért nem jön ki a szobából mondjuk a bátyja vagy a nővére, vagy éppen az apukája, ez egy nagyon anyukája. Érdekes, nagyon érdekes, mert a gyerekek, ők nagyon, nagyon szépen tudják a helyzeteket levenni. Receptoraik vannak arra, hogy mi a helyzet a családban, és érzékelik a családban a változásokat és a történéseket, és ehhez képest fognak ők valamire reagálni. Tehát nagyon gyakran nem is kell nekik elmondani, mert érzékelik a megváltozott légkört, érzékelik, hogy most valami más történik, érzékelik, hogy most másfelé vagyunk fordulva, máshol van a fókusz, más az időbeosztás, más a megszokott rend, tehát hogy valami rendkívüli esemény van, és akkor így kinyitják a kis receptoraikat, és figyelnek. És akkor ők megpróbálnak a maguk módján igazodni. Ez hasonlóképpen működik, mint amikor arról beszéltünk, hogy a mese. Ott is vannak horrorisztikus elemek, de a gyerek csak annyit fordít le belőle magának, amivel ő még tud boldogulni, és el tud vele kezdeni dolgozni. Az élet feldolgozásában is ugyanez a helyzet. És hát ugye az aranyszabály, hogyha a gyerek kérdez, válaszolunk neki mindig a feltett kérdésre, mindig az ő szintjén, és mindig csak annyit mondunk, amire ő kíváncsi. Azért jó ez a téma, mert hogy családban éltem meg, ugyan én nem lehettem ott, telefonon tartottam a kapcsolatot a családdal, ahol az apuka lett koronavírusos beteg, 15 napra zárkozott be egy szobába, és hát ugye nagyon pici gyerekek vannak otthon, a legkisebb 4 éves, a legidősebb pedig 8 éves, és bennem az fordult meg, hogy megszeppennek-e. Hát hallják, hogy apa köhög, tudják, hogy nem jön ki, már napok óta nem jön ki, és egyfolytában ezen aggódtam, hogy anyuka hogy tudja őket lekötni, vagy akár a figyelmüket elterelni, hogy ők ne rémüljenek meg, hogy most mi ez. És mit mondtak, megrémültek? Nem. Vagy kétségbe estek? De rendben volt. Élték az életüket, anyunak kellett kicsit kétfelé menni. Igen. Én azt gondolom, hogy ha a család rendben van, akkor a gyerek követi az elvárások útját. Tehát, hogyha van elvárásunk, és meg is vannak ezek a bejáratot tudok, akkor nincsen probléma. A nehéz helyzetet is ugyanígy túl lehet élni, és át lehet segíteni őket.
És még a Covid-ban ugye az a szerencse, hogy ez egy átmeneti állapot, tehát nem egy hosszan tartó betegség, tehát azt az 1-2 hetet, 10-12 napot szerintem jól lehet szervezni. Nyilván annak, aki beteg, maga tehetetlenül nézi, hogy mondjuk a párja a két kicsivel, amit te hoztál példának, ötszörösen megküzd, viszont utána lehet, hogy cserélnek, mert hogy anyuka is elkapja, tehát ez egy ilyen érdekes dolog, amúgy egy családot ismerek. Még, igen. Igen, hogy nehogy elkapja. Pontosan az volt a gondolat, 3 gyerekről volt szó, hogy mi lesz, ha az anyuka is olyan állapotba kerül, akkor a legfiatalabb nagymama öltözik szkafanderba és megy. Igen. Mert nem tud mit csinálni. Ez így van, így van, ez egy nagyon kellemetlen helyzet, de ismerek olyan családot, ahol mondjuk kamasz gyerekekkel szülők, és anyuka kezdte óvónőként, ugye nyilván az óvodában elkapta, aztán a nagyobb lány, aki nagyon rosszul volt, aztán jött az apuka és a kisúg, és így szépen végigvonult a családon, megoldották, de mindenki jól van. És egyébként még itt is megvolt a kohézió, mert egyik segítette a másikat, tehát annyira jól összezártak, és olyan jól rendezték, én is kívülről telefonon napi szinten tartottam velük a kapcsolatot, és kérdeztem, hogy mit tudunk segíteni, ráadásul nem is Fehérváron laknak, tehát nem is olyan egyszerű a dolog, és nagyon szépen megoldották ők így négyen, a szűk négyes, és megvolt rá szinte már a kultúrájuk, hogy ezt hogy kezeljék, hogy csinálják. Én azt gondolom, hogy sokat hallani ezt, hogy a bezártság az rengeteg pozitívumot hozott rengeteg, az életbe. Igen. Az egymásra figyelésben rájönni arra, hogy a másik emberrel hogyan tudok jól együtt élni, amikor összezárva vagyunk. Az elmélyülés, ezek mind hozzátesznek az emberi életekhez. Igen. Hát rá van kényszerítve a család, hogy több időt töltsön együtt, ez mindenképpen benne van a pakliba. Most akkor hagyjuk a koronavírusos betegedést, hiszen ami még nagyon sok gondot okoz, az a hosszantartó betegség. Tehát teszem azt, a családnak arra kell berendezkedni, hogy otthon mindig van egy beteg, akit el kell látni. Vajon a gyerekeket bele lehet-e vonni ebbe az ápolásba? Ha bele lehet vonni, mennyi idős kortól? Nem hagyja benne nyomot, hogy neki egy beteg mellett kell felnőnie? Dehogy nem hagy benne nyomot, hát egy csomó tapasztalatot szerez. Hát legyen is, tehát hogyha arra gondolok, hogy együtt él egy nagy család, legyen az a szerencsés helyzet, amikor ugyanabban a házban lakik a nagymama, a nagypapa, a gyerekek, meg ugye az unokák, és akkor ők együtt élik az életüket, szervezik a mindennapjaikat. Egyszer csak, nem tudom, szélütése lesz nagypapinak, ágynak esik. Sokkal nehezebb lesz a helyzet, nem értjük, hogyan, mit akar mondani, mert csak érthetetlenül motyog, nem tud kimenni egyedül, nem tud enni egyedül, ezt nem tud, azt nem tud. És akkor a gyerek mit csinál? Figyeli a felnőtteket. Hogy reagálnak a felnőttek? Mit csinálnak a felnőttek? Ó, teszik a dolgokat. Ez ezt csinálja, az azt csinálja, az azt csinálja. Beszélgetnek, hallom, ahogy beszélgetnek, érzem, hogy aggódnak, érzem, ahogy a megoldást keresik, érzem, ahogy a mindennapokat átszervezik, és én idomulok, mint gyerek, megkeresem az én helyemet. És a lehető leggyorsabban fogom magamat hasznossá tenni. Ez egyszerűen genetikailag van benne a gyerekekbe. Én akármelyik családnál látom ezt, annyira magától értető módon veszik a kisebb gyerekek az akadályt, hogy azt el nem hiszed. Nagyobbaknál, kamaszoknál már egy kicsit neccesebb a helyzet, de alapvetően a kisiskolás korig ezek a gyerekek hasznosítják magukat, élik az életüket a családban. Érdekes, hogy éppen én annyira nagyobbaknál, hogy már majdnem felnőttnél tapasztaltam, aki imádta a nagyszüleit, de onnantól kezdve inkább kerülte őket. Nem egyszerűen tudott a helyzettel mit kezdeni. Igen. Meg az igen. Félt attól, hogy mi marad meg benne emlék, tehát hogy a kórházban nem lehetett behívni, hogy látogassa meg a nagyszüleit, akármennyire is szereti őket, mert mindig azt mondta, hogy ő nem így akar emlékezni rájuk. Amikor tabu a családban az elmúlás. Igen. Amikor az elmúlás, vagy a veszteség, vagy maga a gyász nincs megtanítva és tabu, és nem tudják kezelni, akkor van ez egy ellenállás tulajdonképpen, és ugye egy tagadás, hogy nem fogadom el azt, hogy ez vélhetően majd be fog következni, és mondjuk a kórházban vár rám egy olyan kép, ami nem biztos, hogy szép, de mivel ez nem tabu számomra, nem természetes, el tudok köszönni a nagypapitól, nagymamitól, vagy attól a szemétől, akit nagyon szeretek. Mert hogy ugye ez is fontos, majd ez is megérne egy külön műsort, hogy a veszteségek, a gyászaink feldolgozása, hogy érdemes, és egyáltalán ennek mi a, most lehet, hogy nem szép szó ez a protokollja, tehát hogy érdemes valakit elengednünk útjára. Ez nagyon jó. Most köszönöm. Egy kis Gábor atyát csempészek ide. Hozzá Gábor atyát. Nem is Gábor atyát, hanem Pál Feri atyát. Ő nagyon szépen beszél ezekről a dolgokról. Gyönyörűen, hogy hogyan a gyász folyamatról is, igen, a halálról magáról, de arról is, hogy
hogy miért nem történik meg egy ilyen felkészülés a gyermeknek, megkímélik, megóvják őt ezektől a sérülésektől, ezektől a látványoktól, vagy ezektől a helyzetektől, hogy ne legyen neki nyomasztó teher. És Pál Feri beszél, Feri atya beszél erről nagyon szépen, hogy a sérülés ebből hogyan lesznek erősségek. És hogy ez a megküzdés, meg a mindennapi helytállás azon múlik, hogy hogyan tanultam meg jól megküzdeni, és hogyan tanultam meg a sérüléseimet jól kezelni. Mert olyan nem lesz, hogy nem fogok sérülni. Tehát burokban nem tudjuk a gyereket tartani, sajnos pedig mi anyukák ugye hajlamosak vagyunk arra, hogy a mi kiskincsünket annyira féltsük, hogy Úristen, hát burokban szeretnénk felnevelni, de nem működik, nem megy. És van még akkor erre egy példám, hogy anyukám 4 éves korában vesztette el az édesanyját, ugye ez második világháború utáni 40-es évek, és 4 éves volt, és azt mondta, hogy nem engedték ki a temetőbe, és ő 4 évesen belevésődött az, hogy nem tudott az édesanyjától elköszönni, hogy nem kísérhette az utolsó útjára, és örökké egy ilyen kérdőjel, egy nyitott valami benne, tehát nem tudott lezárulni. Nyilván az évek vagy az évtizedek megsegítették őt abban, hogy ezt valamilyen módon lezárja, de mégis a 4 éves kislányban, a kis lelkében ott maradt ez az űr, ez a hiány. Bocsánat, egy emlék jött elő belőlem. Az édesapámnak nagyon komoly műtétje volt, szívbillentyű műtétje volt Budapesten, és valahogy úgy alakult, hogy az akkor legidősebb gyerekemet magammal kellett hozzam vigyem, és ugye bementünk a papához a kórházba, és akkor ő is bejött velem, nagyon csendesen viselkedett, szemlélődő egyébként, és ő egy ilyen szemlélődő alkat ma is, és akkor így nézi a helyzetet, látja a csöveket, mit tudom én, hát ugye elég bizarr látvány valaki egy szívműtét után, üldögelt az édesapám az ágyszélén, és amikor csend lett, akkor a gyerek ránézett, és azt mondta, papi, nagyon rosszul nézel ki, menjünk haza innen. Istenem, de édesse. Tehát, hogy a gyerek hogyan dolgozza fel? Hogyan dolgozza fel a helyzetet? Ugye ő nem tudja, hogy mit jelent egy szívvillentyű műtét, meg nem tudom én, mert hát miért tudná, nem is kellene neki tudni, de látja a helyzetet. Látja, hogy én olyan nagyon nem vagyok már kétségbe, se túl vagyunk már a nehezén. Tehát ez mind így végigmegy, és ő a maga módján, ahogy ezt lerendezi. A mai napig emlegeti azt, hogy hú, a papi otthon milyen, de milyen jó volt, mikor hazajött, és akkor Trabantot szeret meg. Na, szóval, hogy érted, hogy az élet él? És a gyerekek ezeket a dolgokat, mondom, leginkább a felnőttekről olvassák le, hogy mi a helyzet. Tehát, hogyha a gyerek biztonságban érzi magát akkor, ha én biztonságot sugárzok, ha az apa biztonságot sugároz, ha a felnőttek biztonságot sugároznak. Igen, érzi, ha aggódunk, érzi, ha félünk, érzi, ha kétségbe vagyunk esve, érzi, ha gyászolunk, érzi, ha feszültség van, érzi, ha veszekedtünk, mindent megérez. Tehát úgy leszedi, olyan kis csápjai vannak, olyan kis receptorai, és ő ennek megfelelően fog stratégiát változtatni, vagy kialakítani, hogy hogyan viselkedjen az adott helyzetbe. De pláne, ha azt érzik, hogy nagy baj van, az egészségesen növekvő gyerek, ő beáll a sorba és támogatóan van jelen, az biztos. Nehéz ez tulajdonképpen felnőttnek is, hiszen magam is visszaemlékszem arra az időre, amikor a szüleimet mielőtt elvesztettem, hogy az milyen nehéz időszak volt, és az ember ugye tudja, hogy dolga van, megy és csinálja tovább, de közben azért állandó szorongás és állandó aggodalom, teher, és ez elhúzódhat akár évekig, viszont ha közben ott van egy kisgyerek, ami nálam akkor már felnőtt volt, de ha ott van egy kisgyerek, akkor bizony nem szabad elfelejteni, hogy kisgyereknek nem lehet ebbe a szorongásba és tragédiába felnőni. Tehát neki azért csak kéne valami más is. Igen. Akkor én most hátradőlök, és tényleg... Nem, mert én adom. Mondjad. Jó, köszönöm. Na tessék, ki is ment a fejembe. A Vita és Veszekedés című műsorunknak vége, ugye? Én azt mondom, Csilla, mondjad, de most esetleg. Hát, tehát az, hogy szorongásban nő fel, tehát ugye gyerekkorban elvileg meg kéne tanulnunk kezelni a szorongásunkat. Tehát nem tudom, hogy majd ez is még megérne egy misét, hogy ugye az a felnőtt, aki gyerekkorában nem tanulta meg kezelni a szorongását, annak ugye nehéz lesz a felnőtt kora. Most nem mondom azt, hogy valamilyen függő lesz mindenképpen, és mindenképpen pánikbeteg lesz, de ha nem, jó, nem akartam így kategorikusan kijelenteni, jó, akkor vállalom. Tehát, hogy vagy függő lesz, tehát alkoholfüggő, drog, egyebek, vagy pánikbeteg lesz. Tehát, hogy aki vagy nem... Kényszeres. Vagy kényszeres. Hát igen. De nem tud egészséges felnőtt lenni. Tehát
ha a gyerek kap mondjuk a szorongásból gyerekkorban, akkor megadatik az a tapasztalás, hogy esetleg megtanuljon megküzdeni, és megtanulja kezelni magát a szorongást, tehát valamivel levezetni. Ugye jó esetben az ember kisportolja, kiventilálja, tehát valamilyen formátumban kitoljuk magunkból ezt a fajta szorongást. Akiknek ez nem sikerül, mert mondjuk nem olyan a szülői háttér a család, nincs rá mintája, vagy egyszerűen nincs belekódolva, mert ilyen is van, vagy hozta magát azt a hajlamot, hogy még inkább szorongom, mert vannak sok, hát erről ti tudnátok többet mesélni, úgyhogy mindjárt át is adom a szót, hogy vannak még inkább szorongó típusú gyerekek vagy felnőtt emberek, mert egyébként felnőtt korban ugyanazt hozzuk, ami gyerekkorban, csak viselkedünk. Tehát ugyanaz. Tehát hát a szorongó felnőtt az nyilván gyereknek is abszolút szorongó volt. Mondjátok ti most akkor gyerek szempontból. Igen. Szilárd? Te szedd el, hogy mit szerettél volna? Én persze, megvan. Csak, tehát ez a hosszantartó betegségnél is, meg az aggodalmak, félelmek, meg úristen, mi lesz. Ezek nagyon jogos érzések, viszont hogyha tudunk derűt csempészni a mindennapokba, akkor azzal az egy fél megváltás tud lenni ezekben a nehéz helyzetekben. Uh-huh. Mert, és hogyha a gyerek látja ezt, hogy hogyan tudjuk mi magunk átfordítani a negatív érzéseinket pozitívba, az egy óriási minta, egy nagyon nagy lehetőség. És a derűre okot adó apróságokat észrevenni az életben, mondhatjuk így, hogy ez művészete a dolognak, ott van körülöttünk mindig. Csak oda kell rájuk figyelni. És hogyha azokat tartjuk meg fontosabbnak, mint a szorongásunkat, félelmünket, aggodalmunkat, akkor egy idő után átveszik az uralmat. És bár jogos az aggodalmunk, félelmünk, de nem az van egyfolytában rajtunk, hanem tudunk derűsek lenni. Én azt gondolom, hogy a gyerekek ugye másolják a mintát. Na most egy rendkívül szorongásos szülőpár gyereke, borítékolhatjuk, hogy szintén szorongásos lesz, hogy ő ezt hogyan fogja kezelni, ugye vagy másolja a szülői mintát, és aszerint fogja ő is ezeket a technikákat alkalmazni, ahogy megszabadul a szorongásától, vagy kialakít magának egy teljesen mást. Ugye a felnőtté válásunknak a során elszenvedünk rengeteg mindenféle sérelmet, mindenféle nehézséget, és amikor felnőtt létbe belelépünk, és ma már, hál' Istennek, egyre több tudatos felnőtt van, elkezdünk gondolkozni, hogy úristen, nem érzem jól magam a világba. Mi a baj? Ez a baj, az a baj, amaz a baj. És akkor elkezdek gondolkozni azon, hogy mit kell nekem máshogy csinálni, hogy jobban legyek. Ugye nekünk van egy nagy-nagy mondásunk, én nagyon gyakran mondom el anyukáknak, ez nálunk nagyon sokszor elhangzik, hogy nem az a lényeg, hogy jó legyen a gyerek, hanem az a lényeg, hogy jól legyen a gyerek. Mert akkor lesz a gyerek jó, ha ő jól van. Amíg nincs jól, addig jelzi azt, hogy nem vagyok jól, és hogy azt ő milyen módon teszi ez ennek a széles spektrumai és változatai. De hogyha egy nagyon erőteljesen szorongásos család, ahol nem tanultuk meg az érzelmeket megmutatni, odaadni, feldolgozni, átbeszélni, konszenzusra vinni, nincs vitakultúra, nincs, csomó dolog nincs, csak a szorongás van, és az úristen, és a rettegés, és a kéztördelés, és a félelmek, és mindent sötéten és negatívban látunk, ott a gyerek ebben nő fel. Nagyon izgalmas dolog egy ilyen fiatal felnőttel beszélgetni, amikor nekem elegem van a halálszárnyakból, megfogalmazással és felkiáltással, akar megszabadulni attól a sötét léttől, amiben ő a gyerekkorától kezdve anyai ágon egy ilyen öröklődő történet volt, és ebbe ő belenőtt. És ő meg egy rendkívül színes világot akar, egy rendkívül impulzív ember, dekoratív ember, tele van energiával, tele van mindenféle élményre, vágyással, az élet igenlésének a topzódásával. Tehát ez akkora kontraszt, hogy ez csak tökéletesen mást csinál, mint amit a családjából hozott anyai ágon öröklődő módon. De mihez torlódnak a problémái, mihez összejönnek a problémái, abban a pillanatban előveszi a régi mm-hmm. technikát, és ugyanazt a fogja séma. Alkalmazni. Tehát igen. A sémák azok fognak rajta lenni. Ezek a rögzült sémák, na most ezeken a rögzült sémákon rengeteget kell felnőttként dolgozni, de ha én kisgyereket nevelek, és ha nekem kisgyerek van a közelemben, akkor nekem kutya kötelességem tudatosan jelen lenni. Mert ezek a sémák, ezek fönntartják magukat, és az aggódás szül, és megy a pörgés, és megy a verkli, és ott nincs tudatos jelenlét. Ott felültél a vonatra, azt visz a vonat, és te megéled, ami megtörténik tőled, veled. De ha gyerek van a környezetedben, én azt gondolom neked kutya kötelességet, és mindegy, hogy a tied vagy másé.
kötelességed úgy jelen lenni, hogy kontrollálod, és uralkodsz magadon, és irányítod, és a gyereknek úgy adsz mintát, hogyha én magamon tudok uralkodni, akkor tudok az életemben uralkodni. Nem lehet, hogy egy ilyen viselkedéssel a betegnek is segítek? Dehogy. Ha a beteg csak azt látja, hogy kétségbeesés van körülött, attól nem biztos, hogy gyorsan. Az nem támogató, ugye, hogyha negatív energiákat, negatív érzéseket mutatunk felé, az a támogató. Hogyha egyrészt valamilyen szintű jövőképet tudunk elévetíteni, ha türelmesek, elfogadóak vagyunk, biztatjuk, és valahogy beemeljük, akkor is például most, ha van egy daganatos beteg a családban, akkor is vannak a daganatos betegségnek is olyan etapjai, amikor jobban van. Akkor muszáj beemelnünk a mindennapokban, ha nem is sok mindennel, de valamivel, hogy érezze az ő fontosságát. Hiszen pont az a baj, hogy lesajnáljuk, hogy ezt sem tudjuk jól kezelni egyébként, erre sincsen jó kultúránk. Tehát a lesajnálással mit üzenünk, hogy te szegény, hát... De közben neked meg... Igen, igen, hogy neked... Jó. És akkor ugye mi lenne a helyes? Hát az, hogy itt állunk melletted, segítünk, várjuk a gyógyulásodat, ezerrel támogatunk, tudjuk, hogy képes vagy rá. Most csak néhány példát mondtam, nyilván ezt mindenki, ahogy tudja, úgy adja, de hogy az abszolút helytelen, hogy lesajnáljuk, és azt éreztetjük, hogy egyrészt kolonc, mert ilyet is hallottam, hogy egy teher a családnak, vagy annak a közegnek, most itt ugye családról volt szó, tehát hogy abszolút azt kellene átadnunk, és azt kellene éreztetni, és nem csak mutatni, hanem érezni is, hogy ezerrel támogatunk, és te fel fogsz ebből állni képes, ugye, hiszen tudjuk, hogy nagyon sok ilyen daganatos betegségből is korai stádiumban simán fel lehet állni. De ha nem, akkor sem mindegy, hogy akkor sem mindegy, hogy hogyan, akkor meg maga és a folyamat. És szerintem ezek ösztönnek kell lennie, hogyha abszolút. Az elesett ember mellett ott vagyok, és segítek. És segítek. Tehát ennek az ösztönnek ki kell alakulni. Hát ugye egy empátia, az emberbe ez benne van. Tehát az emberbe ez benne van, ez az ösztön. Én azt gondolom, hogy az emberi válásnak ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos folyamata. Már nem tudom, hol olvastam, valami antropológiai történet volt, hogy honnan számítjuk az emberi válást. Onnantól számítjuk az emberi válást, ahol először találtunk törött csonttal tovább élő lényt. Persze már sok millió évvel, vagy tízezer éve, vagy nem tudom mennyi idővel ezelőttről szól, de valaki ott maradt mellette, akinek eltörött a lába, hozott neki vizet, hozott neki enni, hozott neki bármit, ápolta. Hogy ő túlélje, ápolta. És innentől válunk emberré. Tehát az emberbe ez azt gondolom, hogy valóban ösztön szinten benne van, hiszen ha egy kicsi gyereket látsz, ő is azonnal megy, ha fáj a kutyának a lába, nem tudom én. Tehát, hogy ez bennünk van, ez nagyon természetes dolog. Amikor ez nagyon-nagyon elhúzódává válik, és valóban teher lesz, és valóban meg kell oldani ennek a hosszú-hosszú-hosszú ápolásnak a körülményeit, meg ennek az átívelését, hát az már egy komoly feladat, és ott már a gyereket is igen be kell vonni abba a helyzetbe, hogy ő hogyan tud itt aktív lenni, és részese a dolognak. Nem beszélve arról, hogyha a beteg ezt tapasztalja, hogy nem annyira tragédia a körülötte a hangulat, tehát nem olyan nyomasztó a hangulat, akkor még lehet, hogy ő is viccelődik. Hát meg őt is emeljük, építjük, emeljük, felfelé persze, toljuk. Tehát... Persze, persze. Mindenképpen nehéz ez a kérdés egyébként. Nekem most egy saját példa jutott itt is eszembe. Mi már úgy magunkat jól kibeszéltük a nézők felé, ez már gyakorlat. Amikor szegény édesapám már nagyon-nagyon beteg volt, és még a végén volt egy nagy műtétje, és mentünk be hozzá a kórházba, hát mindenhonnan cső lógott ki belőle, óra, szája, minden, és mivel ismertem őt, tudtam, hogy megengedhetem magamnak, önkéntelenül kijött belőlem, hogy édesapám úgy nézel ki, mint egy spagetti tál, és ezzel a sok csővel ő elmosolyodott. Tehát tudtam, hogy neki szabad mondani, mert ebben a lehetetlen helyzetben azért ő még tudott ezen mosolyogni, ami egy kicsit jó érzés volt annak is, aki a családból kicsit szorongósabb és kicsit nehezebben áll hozzá egy ilyen helyzethez. Bár hát nem mindig könnyű vidámnak lenni, hogyha ilyen a helyzet. Én azt hiszem, hogy ezt a beteg a családban témát nem sikerült teljesen kibeszélnünk. Én úgy látom, hogy van még bennetek, úgyhogy vissza fogunk térni erre a témára, de majd csak egy hét múlva Családőrzön következő műsorában. Fekete Cseri Zsuzsannának, Papp Csillának és Fekete Cseri Szilárdnak nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést. Köszönjük szépen. És nagyon szépen köszönöm a Fehérvár TV nézőinek is, hogy velünk voltak. További kellemes televíziózást kívánok. Viszontlátásra.